Ooh, you fucking twat! Right in the... Ez tökéletes alkalom, hogy kipróbáljam az új fegyveremet. Hova mész? Én csak barátkozni akarok, gyere csak vissza! Na sziasztok, üdvözlök mindenkit a Gate of San Andreas folytatásában. Folytatjuk a Caligula kaszinó küldetéseivel a végijátszásunkat. Jelenleg nincs más küldetésünk, csak a maffiától adott misszió. Hogyha jól tudom, ez lesz az utolsó olyan küldetés, amit ők adnak. Utána meg szép lassacskán, majd battyogunk vissza Los Santosba, és hát visszatérünk a szülővárosunkba. Saint-Marc Bistro. Aha. Just feel the weight of the weapon, sweetheart. Ez az utolsó küldetés Salvatore-tól. Hey. You don't want to blame on that front. Can I fucking go now or fucking what? Ooh, you fucking twat! De kibaszott Pina, egyenesen a golyóimba. Perhaps you'll be cured your little antisocial condition, mate. Carl, my man. Carl, barátom. Leon. Looks like this piece of shit was right. Na, you did a real number on those Ferrelli losers. Now it's time the Ferrellis found out what it means to screw with Salvatore Leone. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Aha. Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Vigyél, akit csak akarsz. Well, I usually use these two. Hey, hey, remember all those jobs we did together? Huh? Huh? You and me, Carl, remember? Huh? You know, you used to call me Killer Ken. Ken the Killer? Killer? Ice Cold Ken. That's me. And him too, I guess. És őt is azt hiszem. Ahohoho, nem. Alright, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about your backup, man? Will you be alright without us? Of course he will, you fucking moron! Come on! Menj a repülőtérre, szóval igazság szerint add már... Mi van Elvis Presley? Add már ide a motorodat! Na, helyes! Ezt már szeretem! Na, mi a franc folyik itt? Elgázolják félvárost. Szóval, most lényegében annyi történik. Most kikértük Pault, Packert, meg Ken Rosenberget úgy, mint erősítést, de ezek hol tudnak lőni? Szerintem életükben még biztos, hogy nem fogtak a kezükbe, főleg egy ügyvéd nem. Ken Rosenberg esetében. Na mindegy, csak azért kértük őket, hogy el tudjanak tűnni Las Venturasból. Beültek egy autóba és már úton vannak kifele Las Venturasból. Igazság szerint nem tudom, hogy merre mennek, merre menekülhettek el. Talán elmentek San Fierroba. Fogalmam nincs. Tehát itt csak én, hogy mondjam, tippelni tudok, hogy merre mehettek. Na, repüljünk Liberty Citybe. Lényegében... most el kell menni Liberty Citybe, hogy megöljük Don Forelli. Marco, azt hiszem Marco Forellit kell majd megölni. A Forelli családnak a jelenlegi vezetőjét. Elrepülünk Libertybe és kicsináljuk. Ennyi az egész feladat lényege. Utána meg vissza kell jönni San Andreasba. Meg kell ölni a csávót, gondolom ez bosszúból a véget, hogy ki akarták iratni, hát meg ki akarták iratni, gondolom Salvatore, gondolom azért, mert ki akarták nyírni Salvatore Leone-t, és ez úgymond revans, hogy most megöljük a Forelli családnak a donnyát. Na, gyerünk Libertybe! Jaj, jó, nem hülyéskedek, mert le fogunk zuhanni. Bedobom fejjel lefelé a gépet. Bár így megpróbálhatom. Ha menjünk fejjel lefelé Libertybe, inkább. Próbáljuk ki így. Jó lesz ez, fiúk, lányok, jó lesz. És megjöttünk Liberty Citybe, hol ott igazából alattunk csak víz van, de... Na erről a Liberty Cityről annyit kell tudni, hogy
Ez csak egy ilyen félkész Liberty City, a Szent Márk Bistró és környéke van csak megcsinálva. Oppá, némítás, copyrightos zene. Hát nem áll, vagy késsel fogjuk őket megölni. Oho, nézzétek csak! Van már dualuzim. Na, ezt már szeretem, daráljunk. De jó fiúk, lányok, végre már dual mikrózim van. Na. Folyjon a vér. Egyél grádátot, nem? Nem így akartam. Tarararara. Fölrobbant. Ez elrohant a gránát. Ez elrohant a gránát elől, basszus. Esküszöm, egy étteremben megyek, erre akarok pocsorázni. Mi van, hova rohansz, köcsök? Gyere csak vissza. Dik, hova rohan ez a majom fej? Ha nem marad sok emberem már. No. Jó, ennyi volt. Kinyírtuk Marco Forellit, ennyi volt az egész, nem voltunk Liberty City-ben 5 percig se. Repülünk is vissza San Andreasba. De én biztos nem ilyen közel van Liberty City, ez hülyeség, úgy hogy van. Hát nem lehet ilyen közel a másik város, ahol CJ-ért, ahol CJ-ért legalább pár évig. Egy-két évig, vagy nem tudom meddig. Ha majdnem felrobbantottam magam a kézigránáttal. Na de legalább elértük azt a micro-uzing, dual submachine gununk van, dual géppisztolyunk. Még a pisztolyból kellene ezt elérni, és akkor már faszánk, és akkor már faszák volnánk. Mondjuk a dual fegyver az fog is kelleni majd a banda háborúkhoz, mikor már visszamegyünk Los Santosba. Vagy a területfoglalásnál. Mert én szerintem, hát nem biztos egyébként, hogy uzit fogok pont használni. Lassan át szeretnék majd térni az MP5-ösre majd. Mert annak a skillje, az úgy, ahogy van, az elég ramagy. Úgyhogy majd szerintem veszünk majd MP5-öst. És majd azzal fogjuk majd darakni a jó népet majd. Na, leszállunk. This is flight CJ-101. Okay, készen leszállás. Request final approach to Los Venturas International. Over. Okay. Do you want culture? Do you want safety? Megérkeztünk. It's your choice. Personally, I want irrigation. $20,000. 20,000. Nincs egy 20-asod, Mara. Nincs egy 20-asod. Na, jó van, elég a baromsága. Kiszállni? Fel fogunk robbanni. Ez a szar már kigyulladt. Ja, nem robbant fel, mindegy. Na, Sweet hív minket telefonon. El kell hagynom téged háromokból, ember. I guess I've grown used to it now. No, you're not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, bro. Szép életet, testvér. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Sweet. Shit. Basszus. El kell hagynom téged három okból, tesó. Tehát hogy mondhat ilyent egyébként? Me too. Buy a refrigerator magnet. Bejött CJ-nek az élet, látjátok, bejött. CJ már teljesen kiment ebből a gettós életmódból, úgymond. Mert hát már bejárt egész San Andreas, új embereket ismert meg. Egy kaszinónak a társtulajdonosa. Hát most miért akarna visszatérni mondjuk a
a régi gettós életmódhoz. A régi gettós életmódhoz. Hát jó, hát már jól keres, lassan, hát már villamosok vagyunk. Na ná egyébként, hogy... Na ná, hogy... inkább ezt választja, mint hogy most visszamenjen a Gross Titra, azt bandázgasson. Így ilyen értelemben meg tudom érteni CJ-t. Na de viszont... Na, zárni akartam a részt viszont. Hello? Hey, Carl, my boy. Nem vagyok a drágád, jó? Mi van, meleg lettél, vagy mi? Igen. And you took care of those three loose ends? Yeah, those poor saps ran into a little trouble along the way. You won't be hearing from Mr. Rosenberg again. Good boy, good boy. Now listen, you're gonna have to keep a low profile or people will start to make connections. So let's keep our distance for a while, huh? I'll call you. Thank you, Mr. Leone. Szóval szüneteltessük egy darabig. Hát kemény volna egyébként, hogy bevenne minket a maffiába, de hát mi a kiraboljuk a kaszinóját. A Caligula kaszinót, ezért. Whatever you say, bitch. De beszóltunk az öreg asszonynak. Tök mindegy, ribanc. Várjál, mert telefonálok, utána megverhetsz. Hey CJ, what's up with you? Are we doing this heist or have you gone soft on me again? Most mi a meg beszartál? Ez beszart. Okay, cool. Later. Na fiúk, lányok, most már két küldetés jött. Két küldetést kaptunk. Az egyik... a kaszinó rablás most már. Ki fogjuk rabolni a Caligula kaszinót. A másik meg az, hogy vissza fogunk menni Los Santosba, és visszafoglaljuk Mad Dog villáját. Tehát... még két küldetésünk van Las Venturasba, aztán visszamegyünk Los Santosba. Fú, nagyon rég voltunk ott. Hát vagy 30 részsel ezelőtt legalább. 30-40 részsel ezelőtt voltunk Los Santosba. Most meg vissza fogunk menni. Hoppá, befögök, mert iszom ezt a... milyen kóla ez? Gyömbéres kólát, azt ez nagyon szokott engem püfögtetni. Na, szóval két küldetésünk van, ezt a kettőt megcsináljuk, aztán elhagyjuk Las Venturas-t. Utána több küldetésünk nem lesz, és visszamegyünk Los Santosba. Most ordibáljatok! Ez meg miért esetlen? Na mindegy, köszönöm a figyelmet, már ennyi fért bele, majd legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!